Az aradi vértanukra emlékeztek a Városi Általános Iskolában. Köszöntés az idősek napja alkalmából. Újabb lakossági fórum a hatos választókörzetben. Szüreti vigalommal telt az elmúlt hétvége városunkban. Gyémán diploma a hat évtizede megszerzett pedagógusok levélért. Az önkormányzati ciklus fél idejénél a város dolgairól kérdezték a polgármestert, az Együtt Városért Egyesület tagjai. Tanári hangverseny a Zene az Ádám Jenő Zeneiskolában. Újra arany minősítést szereztek a tücskök. A sporthírekben labdarúgásról és kézilabdáról tudósítunk. Jó napot kívánok! Az Idősek Világnapja alkalmából szerveztek ünnepi műsort október 2-án a Népjóléti Szolgálat egyes számú idősek klubjában. A délutáni összejövetelen szórakoztató programokkal kedveskedtek a szépkorúaknak. 1991-ben az ENSZ kezdeményezésére első alkalommal rendezték meg az Idősek Világnapját. Azóta minden évben, október első napján a figyelem a szépkorúak felé fordul, akik nem csak a jelent, hanem a jövőt is megalapozták. A Népjóléti Szolgálat klub helyiségében ünnepi műsor keretében köszöntötték a nyugdíjasokat, akik szép számmal gyűltek össze egy jeles eseményen. Idős embertársaink segítségével ápoljuk hagyományainkat, száll generációról generációra a sok tudás hangzott el a rendezvényen, ahol elsőként Kurucné falusi tünde, a Népjóléti Szolgálat idősek klubjainak részlegvezetője emlékezett meg az ünnep jelentőségéről. Október 1 az idősek világnapja, ebből az alkalomból köszöntjük azokat a nyugdíjasokat, akik sok év munkáját tudják maguk mögött. Ez a nap fontos minden dolgozó és klubtagnak egyaránt, de nem csak ez a nap legyen fontos, hanem az év többi napja is. Én mindig azt szoktam mondani a klubtagjainknak, hogy olyan örömmel jöjjenek ide hozzánk, amilyen örömmel várjuk őket. Én elmondhatom egy nagyon aktív, lelkes csapatnak Csapatot vezetek, akikre mindig mindenbe lehet számítani. Most voltunk szombathelyen egy Kimit Tudon, amin eredményesen szerepeltek a klubtagjaink. Szellemi vetélkedő volt a szombaton, ott is helytáltak, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy az időskor ne az élet vége, hanem annak koronája legyen. Az ünnepelteket Fehér László, városunk polgármestere is köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy a mai világban nagy szükség van a szépkorúak élettapasztalatára, bölcsességére. Csizmazi Hubert Mária, a Népjóléti Szolgálat igazgatónője, az idősekről való gondoskodás jelentőségéről osztotta meg gondolatait, majd a program folytatásában a Kemenes Magasi Citera zenekar muzsikája szórakoztatta az egybegyülteket. Redőcs Sándor és Rott István klubtagok versel kedveskedtek társaiknak, Végül Szovák Csaba előadásában néhány ismert költővel se hangzott el. Az est további részében zenével gondoskodtak a jókedvről. Táncra perdültek az idősek, bizonyítva ezzel is, hogy nem csak a húsz éveseké a világ. Gyémán diplomás pedagógust köszöntöttek október 1-én városunkban. A jubileumi elismerést Gombás István néve hette át, aki hat évtizede fejezte be tanulmányait. Gombási Istvánné 60 évvel ezelőtt kapta meg tanítói oklevelét a pápai Ranolder intézet képzőjében. Az államvizsga után terinéni útja egyenesen vezetett a katedrához, tanítói pályafutását az alamegyei Bagodvitenyéden kezdte meg. Ezt követően Szergényben, majd Kemenes Magasiban töltött el egy-egy évet, majd alsóságra került. Nagyon szeretett a kicsi gyerekekkel foglalkozni, igazi boldogságot jelentett számára körükben lenni. A legtöbb élménnyel azonban mégis a Celdömölki Kisegítő Iskolában gazdagodott, ahol tanítványai tudást, gondoskodást, támogatást és, ha kellett, szigorúságot is kaptak tőle. Teri néni 35 év tanításban eltöltött idő után 1986-ban vonult nyugdíjba. A mai napig szeretettel gondol vissza a kisegítő iskola egykori igazgatójára, Döbrönte Károlyra, valamint Mód Aladárra. Örömmel emlékszik vissza diákjaira, munkatársaira, lélekben örökifjön az iskolára. Gombási Istvánné, sokakteri nénie, október 1 vette át 60 éves szolgálata elismerését. A gyémántok levelet Fehér László polgármester, valamint Danka Adél, a Városi Általános Iskola igazgatója személyesen adta át a tanítónőnek. Október 1 lakossági fórumot tartottak a hatos választókerületben. Az összejövetelre az Áfész irodájában került sor. Fehér László polgármester is részt vett azon a lakossági fórumon, melyet második alkalommal tartott a hatosszámú számú választókörzet képviselője Söptei Józsefné alpolgármester. A képviselőasszony köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt az eddig történt fejlesztésekről, valamint a városvezetés további terveiről. Ugyanúgy, mint az előző alkalommal, nagyon érdekelte a lakókat a kórháznak a sorsa. Azt hiszem, hogy ez minden celdömőkét érdekel. A polgármester úr igyekezett kimerítően válaszolni rá, sajnos sok jó hírrel nem szolgált. De a lakosságnak tudnia kell arról, hogy pillanatnyilag milyen helyzetben van a kórház, és hol tudnak egészségügyi ellátáshoz jutni hétvégénként is. Ezen kívül természetesen mindenki aggódott a város környezetvédelmér a téli időszakban a fűtési szezon megindításakor a levegőbe jutó szennyezőanyagokról, ami a körzetet élénken érdekli mind a hatos választókörzetben, mint még néhány frekventált helyen, de értekelte a felújítások sorsa is a körzet körzetlakóit. Egy elég érdekes elhelyezkedésű a körzet, a vasútállomástól egészen a Baros utca elejétől tart a Horváth utca végéig, egy hosszú terület, és a másik része pedig a Veselény utca vasúta párhuzamos, a Dóra utca és a Kossuth utca. Teljesen más problémái vannak a két lakókörzetnek, ezért szoktuk külön tartani. A képviselői tájékoztató után több lakó is felszólalt és elmondta véleményét. A felmerülő kérdésekre a fórum házigazdái válaszoltak. Elmondták, hogy a képviselőtestület lehetőségeihez mérten megpróbál minden problémára megfelelő megoldást találni a jövőben. Az Együtt Városért Egyesület október másodikán tartotta soros összejövetelét a művelődési központ Ártmoziában. A Kérdezze meg fórumsorozat vendége ezúttal Fehér László, városunk polgármestere volt. 2010. októbere óta eltelt két év, a jelenlegi önkormányzati ciklus fele. A választási ciklus félidejében járva az Együtt Celdömök Városért Egyesület Fórum sorozatába Celdömök Város polgármesterét Fehér Lászlót hívta vendégül, aki beszámolt az elmúlt időszak sikereiről, a kitűzött tervekről. Először a városban történt fejlesztéseket vázolta fel, kezdve az általános iskola és az óvoda felújításával. A közelmúltban került átadásra a második műfűves labdarúgópálya, melyhez 15%-ban Celdömök város önkormányzata nyújtott önerőt, a hiányzó 15%-ot pedig helyi vállalkozók, cégek biztosították. További két műfűves sportpályára is sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Az egyik a Volt Ötvös iskola udvarán kerül kialakításra, a másik pedig a vulkánfürdő parkolójával szembeépülne meg, melyhez a Jufa Kft. vállalja az önrészt. A polgármester ismertette továbbá a város turisztikai és idegenforgalmi elképzeléseit. Ehhez tartozik a vulkánfürdő szomszédságában épülő négy csillagos kemping és szálloda, illetve a fürdő fejlesztése is, mely a tervek szerint jövő nyáron fogadhatja az ide térő vendégeket. A város turisztikai vonzerejét növeli a felújítottság hegyi múzeum, valamint az épülő vulkánpark is. A polgármester nem ment el szó nélkül a következő évelejétől várható változások mellett sem, ami a járási rendszer újraélesztését jelenti. A beszámoló után a fórum közönsége következett. A kérdések között a város közbiztonságát érintő problémák mellett az útfelújításokra is rákérdeztek az érdeklődők. Szó esett a közigazgatásban bekövetkező változásokról, valamint az egykori kisegítő iskola jövőjéről. Az Aradi Honvédtisztek Vértanúságának 163. évfordulójára emlékezett pénteken a Celdömölki Városi Általános Iskola. A Nemzeti Gyásznapon meghit műsorral tisztelegtek az intézmény diákjai és tanárai az elhunyt hősök előtt. Az 1848-49-es szabadságharc leverését követően a Magyar Nemzet 13 hős katonai vezetőjét a hadbíróság halára ítélte, majd kivégeztette. A Városi Általános Iskola diákjai irodalmi műsorral adóztak az 1849. október 6-án történt gyászos esemény emlékének. A hetedik osztályos tanulók a magyar honvédtisztekhez méltó jelenettel, versel és énekkel idézték fel a múltat. Az aradi vértanuk áldozathozatalának 163. évfordulóján a szabadságharcban kiérdemelt dicsőségüket, a mindvégig szabad és független Magyarországért való harcaikat és rendíthetetlen kitartásukat elevenítették fel az iskolások. Egy-egy mécsest meggyújtva emlékeztek az aradi 13-ra, akik hősiesen harcoltak a magyar szabadságért, a nemzet függetlenségéért, s életüket áldozták érte. A megemlékező műsorban a kor hangulatát korabeli szövegekkel, dalokkal és a vértanúk által írt levelek segítségével idézték fel a 13 mártír neveinek egyenkénti kiáltása közben. Október 1 1975 óta a zene világnapjaként tartjuk számon. Az Ádám Jenő Zeneiskola alapfokú művészetoktatási intézmény tanári hangversennyel tette emlékezetessé e napot. Az UNESCO nemzetközi tanácsa 1975-ben emelte október 1 a zenei világnap rangjára. Hangzott el azon az ünnepi hangversenyen, melyet a jeles alkalomból szervezett az Ádám Jenő Zeneiskola. Bejci Károly igazgató köszöntőjében a világnap szellemiségét, üzenetét fogalmazta meg. A muzsika emlékeztet a zeneművészet óriásaira a kezdetektől napjainkig terjedően, Hozzájárul az esztétikai értékek megbecsüléséhez, más nemzetek kultúrájának megismeréséhez. Elmondta, hogy az iskola pedagógusai, mint meg annyi zenepedagógus, azon fáradoznak, hogy a zene művészet lángja egy-egy hangverseny után minden ember szívében ott égjen. A világnapi megemlékezésen a zeneiskola tanárai adtak ünnepi koncertet a közönségnek. A könnyed hangversenyen 12 előadást hallhattak a zenebarátok köztük szóló és kamaraművek is felcsendültek, a népdalok mellett zongorán, gitáron kísért darabok is elhangzottak. Minden megszólaltatott hangszer egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a hallgatóságot valóban magával ragadja a zene ereje. A taps érthető módon percekig zúgott a kamarateremben. 19. alkalommal szervezték meg Egerben a Gyermekbábosok országos fesztiválját szeptember 14-én és 15-én. Hazánk egyik legrangosabb amatőr gyermekbábos rendezvényéről ezúttal is az aranyminősítést hozta el a tücsökbábcsoport. Az országos fesztiválon közel 20 éve nyílik lehetőség a szakmai tapasztalat cserére a különböző bábtechnikák felvonultatására. A Celdömölki Tücsök csoport évek óta visszajáró fellépője a Nívós eseménynek, ahonnan az elmúlt években rendszerint előkelő helyezéssel tértek haza. Így történt ez idén is, a 19. találkozón a Vásári Komédiák című Kesztyűbáv előadással nyűgözték le a zsűrit és a közönséget. Ebben az évben vásári komédiákat vittünk, és azért választottam ezt a műfajt, mert ilyet még soha nem csináltunk, és már ott a zsűrizésnél, amikor az értékelés volt, azzal kezdte a zsűri elnök, hogy szerdömöktől megszokták, hogy mindig valami különlegeset visznek, amit még eddig nem. És azért is húzódott ennek a műfajnak a, a befogadása, hogy ezzel induljunk, mert a legnehezebb. Tehát nagyon könnyednek tűnik, de kesztyűs bábbal játszani a legnehezebb. A mindig megújulni képes tücsökbábcsoport az idei évben is kitett magáért, a paravánra nemzetközi bábhősöket állított fel. A legújabb kettőbáb előadás klasszikus népmese adaptáció egy kis humorral ötvözve. Három darabból áll az egész, illetve hát ezt még lehet bővíteni. Mi a magyar, a francia és a angol népi figurát személyesítettük meg itt bábokkal a játék közben és az hát valamennyi vicces, tehát az egészet össze lehetne foglalni azzal, nem akarom valamennyinek elmondani a tartalmet, de a lényeg az, hogy a, a népi hős legyőzi a, a butát, a zsarnokot, az uzsorást, tehát e, igaziból, mint általában a népmességben, a legkisebb, a, a leginkább elnyomott győz. A fesztiválon 16 csoport állt közönség elé. Az előadásokat több szempontból értékelték, a díszletet, a hangot és a bábok mozgatását is pontozták. Az EGRI Fesztivál zsűrie ismét a legmagasabb elismerést ítélte oda a tücsköknek, a vásári komédiákkal országos aranyminősítést értek el a gyermekbábosok. A Celdömölki szüreti mulatsággal egy napon tartották Kemenes Sömjénben is a szüreti felvonulást. A község önkormányzata és a Berzsenyi közalapítvány várta a szórakozni vágyokat múlt szombaton a művelődési ház udvarán. Ha szüret, akkor felvonulás és vidámság. Szombaton kemenes sömjénben is összegyűlt a falu apraja nagyja. A hagyományokhoz híven a zenés motoros ébresztő után a délelőtt folyamán foci mérkőzés és fűnyíró traktor verseny szórakoztatta az érdeklődőket. A szüreti menet fél egykor indult, s járta végig a község több utcáját. Délben helyben készült meleg étel várta a vendégeket. A gyerekek számára ugrálóvár és arcfestés tette érdekessé a rendezvényt, a bátrabbak pedig a lovaglást is kipróbálhatták. Késő délután látványos műsor szórakoztatta az egybegyülteket. Felléptek a Kemenes Mihályfai Mesevárovoda a Celdamölki Szentmenedek Katolikus Általános Iskola diákjai, a Rocky Akrobatikus Táncsoport, a Kemenes Magasi Szipte Együttes, Mokka Mokka és a Kemenes Söméni Asszonykóros. Az esti órákban a 9517 zenekar és a Drazsé zenekar közreműködésével bála zárult a szüreti vigadalom. A Kresznerics Ferenc könyvtár idén is részt vett az Országos Könyvtári Napok programban. A rendezvénysorozat keretében október 2-án Bárdosi Péter, történész, levéltáros, genealógus, honnan jövünk, mik vagyunk, hová megyünk. A családfakutatás Ágaboga címmel tartott előadást népes közönség előtt. A rendezvény kezdeteként német Tibor könyvtárvezető mondott köszöntöt. Bemutatta az előadót, elmondta, hogy a történész több mint 20 éve foglalkozik családfakutatással. Személyes indítatásból, kíváncsiságból kezdte el felderíteni családja múltját. Ezután Bárdosi Péter előadását hallgathatták a megjelentek. Ezt a családon belül kell információkat gyűjteni, azokat a írott, illetve szóban, családi legendákban ismert adatokat kell összegyűjteni, amikből föl kell rajzolni a kiinduló családfát, és aztán utána lehet már különböző könyvtárakba, a levéltárakba, a plébániákra, lelkész hivatalokban elmenni és folytatni a kutatást. Én inkább azt mondom, hogy nagyjából egészéből a 18. század elejéig, tehát az 1700-as évek elejéig lehet nem nemesi családok esetében visszajutni. Ennél korábbra csak és kizárólag nemesi családoknál van lehetőség a kutatás folytatására. A családfakutatás lehetőségeit minden esetben meghatározzák azok a levéltári és egyéb források, melyek rendelkezésünkre állnak. Fontosak a családban fennmaradt írót és szájhagyományként az utódokra hagyott adatok, információk. A kutatás végeredményét és időbeli kiterjedését meghatározza a család származása. Az egykori földműves családoknál a hivatalos iratok közül csupán az állami vagy az egyházi anyakönyvek, bizonyítványok, munkakönyvek számíthatnak forrásértékűnek, míg nemesi családok esetén további leltári anyagok is fellelhetők. Hál' Istennek egyre nagyobb, egyre növekvőbb az az igény, hogy megismerjék az emberek a származásukat, a gyökereiket. Én azt tapasztalom, hogy az elmúlt 20-25 évvel, mióta én ezzel foglalkozom, folyamatosan egyre többen szeretnék tudni azt, hogy honnan is jönnek, hogy hova nyúlnak vissza a gyökerek talán évekig is eltarthat egy ilyen kutatás, mert időt, energiát kell erre fordítani, tanulni kell menet közben, történelmet, illetve hát el kell tudni olvasni ezeket a régi kacifántos írásokat, nem árt némi latin tudás, vagy éppen német tudás, úgyhogy valakinek ez 20-25 évébe is telik, amíg egy, -egy családfát összeállít. Az előadás népes közönség hallgatta végig, és sokan kérdéseket is tettek fel az előadónak. Aki ennél is több információhoz szeretett volna hozzájutni, az előadás után személyesen is beszélgethetett a családfakutatóval. 21-szer ünnepelt, Celdömök város apron adja szeptember utolsó hétvégén. A Sághegyi szüreti napokon mindenki megtalálhatta a neki való programot, hiszen volt palacsintasütőverseny, sütőverseny, színpadi műsor, de a leglátványosabb mégis a szüreti felvonulás volt. A Sághegyi szüreti napok programsorozata szeptember 28-án a szőlőhöz és a borhoz kapcsolódó kiállítás megnyitóval vette kezdetét. A rendezvény első napján zenés terasz is várta az érdeklődőket a művelődési központ előtti térre, melyben a komoly és könnyű zene képviselői léptek színpadra. Másnap már a délelőtti órákban zajlottak a rendezvények. A városközpontban a Solt és Lajos Színház színészei szórakoztatták a közönséget, a legkisebbek mindeközben a játszóházi programokból válogathattak. A napfénypontja a szüreti felvonulás volt, mely a Sághegy lábától indult el a városközpontba. A menet élén a polgármester és a Vasmegyei Közgyűlés elnöke lovaskocsiról integetett a város utcáin szép számmal felsorakozó közönségnek. Majd feltűntek a tücsök tagjai, vonultak a mazsorettek és a zenekarok, de a lovasok és fogatok sem hiányoztak a sorból. A csoportok néhány tánclépés erejéig megállva szórakoztatták a közönséget. Mindeközben a sátoralja új helyről érkezett gólyalábasok is számos tekintetet vonzottak. A belvárosba érkezve a Győri Zászló forgatók műsora után Fehér László polgármester köszöntötte a nézősereget. Maga a sághegy és a bolkultúra, ugye ennek váltan hogy évszázados, több évszázados hagyománya van, hiszen a rómaiak hozták ide a szőlőt, és hát alsóságon azt szokták mondani, hogy nincs olyan ember, akinek Valahogy a köze a Szőlőhöz nem lenne a Sákhegyen. Mai rendezvényre hívtuk a testvérvárosokból is küldöttséget, hogy Erdő -Szent Györgyön új polgármester lett, a régi nem indult. Olaszországban megvan egy olyan törvény, hogy ott két ciklus után, tehát aki 8 évet dolgozott, képviselőnek indulhat, de polgármesternek nem. Úgyhogy ott Szeremazzóniban is változás történt. A nagydövők azok először úgy volt, hogy jönnek, de önállók is Tejermárban egy elég komoly rendezvény van. Úgyhogy most itt főleg itt a helyi, a környék el kellett megoldani ezt a rendezvényt. Szerdömölkön már nagyon sokan várták, hiszen alsóságról, amikor mi Kovács Ferenc megyei közgyűléssel, elnökúrával elindultunk együtt, hát én bátran állítottam, hogy az utcákon, alsóságon, itt a városközpontban legalább több ezer ember állt, aki várta és nézte ezt a rendezvényt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt a hagyományt folytatni kell. A város egyik kiemelkedő rendezvényére ellátogatott Csibi Attila is, aki Celdömök testvérvárosának Erdőszentgyörgynek újonnan választott polgármestere lett. Az erdélyi település vezetője elmondta, hogy a közös hagyományokat továbbra is szeretnék ápolni. Mindenféleképpen tovább szeretnék vinni ezt a kapcsolatot, mivel már egy építés múlta, rendelkezik a kétes város között a kapcsolat, Hát igazság szerint eddig a kultúra volt határozója a meghatározója a testvérési kapcsolatunknak. Én ezt szeretném ezt egy picit továbbvinni gazdasági oldalra, és ha bár elég nehéz, mert mi térségünknek nincsen termelőegysége, nincs iparunk, viszont van turizmus lehetőségünk, ami önöknél is van. Ezt szeretném egy picit jobban kiaknázni, ez lenne gyakorlatilag az én jövőbeni tervem, de ez nem zárja ki a kultúrának a további telét sem. Elsősorban azt tudom mondani, hogy a néptánc az, aminek óriási hagyománya van. Én magam is néptáncoltam, 20 évvel ezelőtt kezdtem, elég pici voltam akkor. Hát a néptánc tudjuk a leginkább a, a, kultúra, most is ilyen 70-80 fiatal táncol Erdőszent van színjátszó csoportunk is, köré a két szervezet köré csoportosul nálunk a kultúra, még az hozzá kell tennem, hogy a magyarságunknak a megtartása sajnos az is egy olyan helyzet, ami a kultúrán körül kell, hogy fonódjon, és erre is odafigyelünk nagyon mi ott Erdélyben. A mulatság délután kezdődött el igazán. Elsőként az olaszországi gruppó a Markort kalauzolta a közönséget az opera világába. Sajnos ugyanaz a helyzet, mint, mint világszerte az operával kapcsolatban, tehát az emberek eltávolodtak tőle. Valahogy vissza kell hozni a közönséget az operához, meg kell nekik mutatni, hogy ez mennyire szórakoztató tud lenni, mennyire közel, közel, közel kellene vinni ezt a műfajt a, a, a közönséghez újra. Olyan módon próbálják ezt megvalósítani, hogy kiválogatják az operából a legnépszerűbb operáriákat, olasz dalokat, és ezt egy egységes történetté fűzve, komikus szituációkba próbálják megmutatni a közönségnek. A délután folyamán szorgos kezű háziasszonyok is sürögtek a téren, akik palacsintát sütöttek az édes szájúaknak. Mindeközben a magyar folklór képviseletében népviseletbe öltözve vonultak fel a meghívott táncosok a színpadra. A bár az esti órákban már lógott az eső lába, de minden rendben lezajlott, így a táncosok bemutatója sem maradt el. Jó sikerült a, a rendezvényhez köszönhető elsősorban annak, hogy legalábbis én úgy éreztem, hogy akik részt vettek a programokon, fellépők, szereplők, közreműködők tényleg összefogva valósították meg ezeket a programokat és, és a barátaink a szakmában, a, akár a néptánc csoportokra gondolok, vagy akár a, a társintézményekre, az iskolákra képviseltették magukat ezeken a programokon, és segítettünk, segítettek nekünk abban, hogy annak ellenére, hogy hát az anyagi források eléggé megcsappantak, sikeresen tudjuk megvalósítani a programokat. A szüreti mulatozókat a látványos programok mellett egész nap kirakodó vásár is várta. A kézműves termékek mellett magyar hungarikumok, zamatos gyümölcsök és a belőlük készült párlatok is csalogatták az embereket. Az elmúlt hétvégén rajtolt a 2012-2013-as bajnoki szezon a női kézilabda MB2-ben. A Celdömölki VSE vulkánfürdő csapata a nyitófordulóban hazai pályán ütötte ki a Komárom alakulatát. A Celdömölk már a mérkőzés első perceiben tudatosította a vendégekkel, hogy a két pontot nem engedik elvinni. Egyértelműen a hazaiak irányították a játékot az első 30 percben. Így nem meglepő, hogy 21-12-nél 9 gólos celi előnyel vonultak a félidőben pihenőre a csapatok. A második játékrész elején biztos vezetése tudatában leült a Celdömök, ekkor két góra sikerült közelebb lopoznia a Komáromnak. Megrázta magát a hazai csapat ezután, és állva hagyta a vendégeket. Ritka bravúr, hogy az utolsó 14 percben nem is kapott gólt a CVS-e. Emellett ontották a gólokat, kialakítva ezzel a 16 gólos hazai győzelmet. Celdömöki VSE vulkánfürdő, Komárom VSE 34-18. A Celdömök tehát mindet elsőprő lendülettel köszöntött be az idei bajnoki szezonra. A Vas első osztályú labdarúgó bajnokság hetedik fordulójában megszerezte második győzelmét a Celdömöki VSE gárdája. Ezúttal a Tanakajd otthonából sikerült elhozni a három pontot. Öt fordulónyi vegetálás után két hete megszerezte a rumelleni 5-1-es sikerével a CVS-e első idei szezonbeli győzelmét. Az elmúlt hétvégén pedig az utolsó helyzet a tanakajthoz látogatotta a celdömölki alakulat. Jól indult a találkozó a vendége szemszögéből, hiszen már a harmadik percben vezetés szerzett a CVS-e, Győri Gergely találta kapuba. Ezután kiegyenlítetté vált a játék, több gól már nem esett az első 45 percben. Fordulás után sem változott a játéképe, kiegyenlített küzdelem folyt a játéktéren. A mérkőzés 91. percében, tehát már a hosszabbításban, Győri Gergely foglalta keretbe az összecsapást és önmaga teljesítményét, hiszen ismét ő vette be a hazai a kapuját, biztosát éve ezzel a vendégsikert. Tanakaidi TC, Celdömöki VSE 0-2. Ezzel a győzelemmel a Celdömök megszerzett hat pontjával a bajnoki tabella a 14. helyén tanyázik. Hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TVC műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon a műsorrendünk mellett korábbi hírmagazinjainkat is megtekinthetik, kedves nézőink. Én búcsúzom Önöktől, viszontlátásra!